Az Európai Tanács elnöke és küldöttsége először a belgrádi Tudományos és Technológiai Parkba látogatott. Itt részt vettek a szerb kutató és startup közösséget támogató projekt megállapodásának aláírásán. Négy cég kap összesen 84,5 millió eurós támogatást. Többek között egy elektromos autók vezetőit és a töltőállomások tulajdonosait összekötő innovatív platformot fejlesztő cég, valamint egy a vakok számára kifejlesztett okos kesztyűt tervező cég is. Vucic kiemelte, 4 évvel ezelőtt mindössze 20 innovációs cég működött itt, most viszont már 120. U robnoj razmeni s Európskom unijom, koja iznosila u 21. godini gotovo 31 milijardu evra, razmeni roba i usluga koja je preko 37 milijardi evra. Evropska unija učestvuje u toj razmeni sa više od 60% u Republici Srbiji. Ali nemojte da smetnete sumu da već u prvih 4 mjeseca u ovoj godini imamo za 33% veću trgovinsku razmenu, dakle 9,1 milijardu u prva 3 mjeseca nego što je bilo u prethodnoj godini. Dakle, naša je procena da će ta trgovinska razmena da ide u naredne 3 godine čak i preko 50 milijardi evra. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta a jogállamiság reformjának fontosságát Szerbiában, valamint arról is beszélt, hogy tovább kell javítani a média helyzetén. Izazovi sa kojima se danas suočavamo zahtevaju nove načine razmišljanja i nove načine rada. Moramo da ubrzamo evropske integracije i moramo da stvorimo podsticaj za reforme. Želimo da damo konkretne benefite svim građanima Srbije i svim našim partnerima u regionu. I to znači da već počnemo sada sa integracijom tokom pristupnih pregovora, a pre nego da čekamo da se oni završe. Imaćemo priliku da razgovaramo na ovu temu u junu u Briselu i imamo priliku da razmenimo stavove danas ovdje zajedno sa vama u Beogradu. A tárgyalások során beszéltek a geopolitikai közösség létrehozásáról is, amelyhez újabb fejezetek megnyitására van szükség. Az Európai Tanács elnöke pénteken folytatja a nyugat-balkáni körútját Albániába, majd Bosznia-Hercegovinába utazik.